A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, kivéve a diákszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatást. Kiemelték, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosítójelre van szükség. A diák munkával szerzett jövedelem adója 15%, amit a munkaadó előlegként von le a tanuló bruttó jövedelméből. Mutattak rá jelezvén azt is, hogy adott esetben az egyéni járulékot is a munkaadó vonja le. A foglalkoztató mindenről igazolást állít ki, amire a diáknak jövőre az SZIA bevallási tervezetének ellenőrzéséhez szüksége lesz, fűzték hozzá. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, és a biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelenteni a NAV-hoz, emlékeztettek. Arra is kitértek, hogy egyszerűsített foglalkoztatás, idény vagy alkalmi munka esetében nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A NAV szerint célszerű a megállapodás megkötése előtt a leendő munkáltatót ellenőrizni az adóhivatal honlapján, az adatbázisok rovatban. Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégnél ugyanis kockázatos dolgozni, tájékoztatta a Karcag Televíziót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.